Midőn leszállottál a halálhoz halhatatlan élet. Akkor megszörted a poklot Istenséget fényével, s midőn a holtakat és a mélységből feltámasztottad, minden mennyei erők örvendezve kiállták, életadó Krisztus Istenünk dicsőség néked. Midőn leszállottál a halálhoz halhatatlan élet, akkor megtörted a poklot Istenséget fényével, s midőn a holtakat és a mélységből feltámasztottad, minden mennyei erők örvendezve kiállták, életadó Krisztus Istenünk dicsőség néked. A te feltámadásodat Krisztus üdvözítünk, angyalok éneklik a mennyekben, és minket is méltás a földön, hogy tiszta szívvel énekeljük, és dicsőjtsünk téged. A te feltámadásodat Krisztus üdvözítünk, angyalok éneklik a mennyekben, és minket is méltás a földön, hogy tiszta szívvel énekeljük, és dicsőjtsünk téged. A te feltámadásodat Krisztus üdvözítünk, angyalok éneklik a mennyekben, és minket is méltás a földön, hogy tiszta szívvel énekeljük, és dicsőjtsünk téged. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Márk Evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram! Figyelmezzünk! Abban az időben, amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna és Mária Jakab anyja és Szalóme fűszereket vásároltak, hogy elmenvén megkenjék Jézust, és korán reggel a hét első napján a sírhoz mentek napfölkeltekor, és mondták egymásnak, ki hengeríti el nekünk a követ a sír ajtajáról. És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt, és bemenvén a sírba láttak egy ifjat ülni jobb kéz felől, hosszú fehér ruhába öltözve, és megrémültek, ki mondta nekik, ne féljetek, a megfeszített názáreti Jézust keresitek, feltámadt nincs itt, íme a hely, ahová tették őt. De menjetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ők pedig kimenvén elfutottak a sírból, mert elfogta őket a rettegés és a félelem, és senkinek semmit nem szóltak, mert féltek nagyon. Dicsőség néked, Uram!
Dicsőség a Szent Egyvalóságú elevenítő és feloszthatatlan háromságnak, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, mindig, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Keljen föl az Isten észére, legyenek el az ő ellenségei, és fussanak orcája elől, kik őt gyűlölik. Támad Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Mint elenyészik a füstenyészenek el, mint elolvad a viaszat őszín előtt. Támad Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Hogy vesszenek el a bűnösök Isten szín elől, és az igazak végadjanak. Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és végadjunk azon. Támad Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. A mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Ezen szent hajlékért és mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal
és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, ír valmond! Isten szerető, Fülöp metropolitánkért és a tanász püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerint és segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, ír valmond! Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, és az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, ír valmond! A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért, és békességes időkért, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, ír valmond! A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek üdvösségért, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, ír valmond! Hogy mentsen meg minket minden agódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, ír valmond! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Téged, Uram! Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Föltámadás napja a Pászka, az Úrnak Pászkája, világosodjunk fel, népek, mert a halálból az életre, és a földről az égbe átvitt minket Krisztus Istenünk, kik az ő győzelmét ő énekeljük. Tisztítsuk meg érzékeinket, és meglátjuk a feltámadás megközelíthetetlen fényében tündöklő Krisztust, és tisztán halljuk, mit ön mondja, örvendjetek, kik az ő győzelmét énekeljük, feltámad Krisztus halottaiból, az egek méltán vigadjanak, világ, mert föltámad Krisztus, az örökké tartó igazság. Gyertek, igyunk új italt, nem a kemény sziklából fak, csodásan fakasztottat, de a Krisztus sírjából csörgedező, halhatatlanság forrását, kiben megerősödünk. Feltámad Krisztus halottaiból, ma mindenek betelnek világossággal, az egek, a föld és az alvilág, ünnepeljétek tehát az összes teremtmények, Krisztus föltámadását, melyben megerősödnek. Föltámad Krisztus halottaiból, tegnap veled temetkeztem el, Krisztus, veled ébredek ma a feltámadóval, tegnap veled felfeszítettem, dicsőíts meg engem is, üdvözítő, a te országodban. Máriával együtt levő korahajnalban kimenvén,
A sírra tett követ elhengerítve találták, és az angyaltól ém ezt hallák, az örök világosságban lévőt. Miért keresitek, mint embert a holtak között? Lássátok a síri lepedőket, fossatok és hirdessétek a világnak, hogy föltámadt az Úr, legyőzvén halált. Mert valóban Isten fia ő, ki üdvözíti az emberi nemzedéket. A szent sírnak őrhelyén álljon ma velünk az isteni szózatú Habakuk, és mutassa a fényességtől tündöklő angyalt, ki világosan hirdeti nekünk, ma lett üdvössége a világnak, mert föltámadt Krisztus a mindenható. Föltámadt Krisztus halottaiból, mint a szűz méhet megnyitó fiú gyermek, jelent meg nekünk Krisztus, ki mint ember ártatlan báránynak neveztetik, s mint Isten tökéletesnek mondhatott, mert ő a mi bűn nélküli legtisztább páskány. Föltámadt Krisztus halottaiból, mint az egyéves bárány, ami áldott koronánk, Úr Jézus, ki mindnyájunkért önként feláldozta magát, az engesztelő pászka, és ki a sírból újra fölragyogott, mint az igazságnak tündöklő napja. Föltámadt Krisztus halottaiból, Istennek ős atya Dávid, a jelképi szekrény előtt törvendezve táncolt, mi pedig Istennek szent népe, az előképek beteljesülését látván, lelkes öltem vigadjunk, mert föltámadt Krisztus a mindenható. Keljünk fel kora hajnalban, és hozzunk balzsam helyett magasztaló éneket az Úrnak, és meglátjuk Krisztust, az igazság napját, ki örök életet áraszt mindnyájunkra. Támad Krisztus halottaiból, a te véghetetlen jóságodat, Krisztus, látván a pokol bilincseivel lekötöttek, örvendező léptekkel mentek a világosságba, dicsérvén az örök pászkát. Föltámadt Krisztus halottaiból, járuljunk égő lámpákkal, a sírból kiszálló Krisztushoz, mint mennyegzői vőlegényhez, és az Isten őt hozó pászkáját, a menny béli dicsőítő karokkal ünnepeljük. Leszállottál Krisztus a föld alsó részeibe, és összetörted a foglyokat letartó börtönök zárait, s a harmadik napon, mint Jónás a cethalból, föltámadtál a sírból. Föltámadt Krisztus
halottaiból, a pecséteket épségben meghagyván Krisztus, föltámadtál a sírból, mint születéseddel és a szüzesség kulcsait meg nem sértél, és föltámadásoddal megnyitottad nekünk az Édenkert ajtaját. Föltámad Krisztus halottaiból, én üdvözítőm ki, mint Isten, élős meg nem ölt áldozatul, önként mutattad be magadat az atyának, és föltámadtál harmadnapra a sírból, és föltámasztottad Ádámot is, ő az ő nemzedékével. Bár ha sírba is leszálltál halhatatlan, de a pokol hatalmát megrontad, és feltámadtál, mint győzedelmes Krisztus Isten, a kenet hozó asszonyoknak mondván örvendjetek, és az apostoloknak békét ajándékozván föltámasztád az elesetteket. A nap lemenete előtt sírjában szálló napot korán reggel keresvén a kenet hozó asszonyok egymásnak ím ezt mondták, társnők, gyertek, fűszerekkel kenjük meg az élethozó és eltemetett testet, mely az elbukott és sírban fekvő Ádámot fölmagasztalja. Sietve menjünk, mint a napkeleti bölcsök, és imádjuk őt, és vigyünk balzsamot ajándékul. Nem a pólyákba, de a síri gyolcsokba göngyölnek, és siránkozva kiáltsuk. Ó, uralkodó, kelj fel és támaszd fel az elesetteket! Látván Krisztus föltámadását, az egyedül bűn nélküli Úr Jézust imádjuk. Kereszted örült leborulunk Krisztus és szent föltámadásodat, énekeljük és dicsőítjük, mert te vagy a mi Istenünk, és kívüled mást nem ismerünk, a te nevedet nevezzük. Gyertek minden hívek, hajoljunk meg Krisztus szent föltámadásának, mert íme kereszt által lőn az egész világ öröme. Mindenkor áldva az Istent énekeljük az ő föltámadását, mert a megfeszítetést elszenvedvén halállal megrontotta a halált. Látván Krisztus föltámadását, az egyedül bűn nélküli Úr Jézust imádjuk, kereszted előtt leborulunk Krisztus, és szent föltámadásodat énekeljük és dicsőítjük, mert te vagy a mi Istenünk, és kívüled most nem ismerünk, a te nevedet nevezzük. Gyertek minden hívek, hajoljunk meg Krisztus szent föltámadásának, mert íme kereszt által lőn az egész világ öröme, mindenkor áldva az Istent énekeljük az ő föltámadását. Mert a megfeszítetést elszenvedvén, halállal megrontotta a halált. Látván Krisztus feltámadását, az egyedül bűn nélküli Úr Jézust imádjuk, kereszted előtt leborulunk Krisztus, és szent feltámadásodat énekeljük és dicsőítjük, mert te vagy a mi Istenünk, és kívüled más nem ismerünk, a te nevedet nevezzük. Gyertek minden hívek, hajoljunk meg Krisztus szent föltámadásának, mert íme kereszt által lőn az egész világ öröme, mindenkor áldva az Istent énekeljük az ő föltámadását, mert a megfeszítetést elszenvedvén halállal megrontotta a halált. Föltámad Jézus a sírból, mint előre megmondta, adván nekünk örök életet és gazdag kegyelmet. Föltámad
Ki az ifjakat a kemencéből megszabadítá, emberi testet öltvén, szenved, mint halandó, és szenvedése által a halandót, aromolhatatlanság ékességébe öltözteti. Ő egyedül áldott és dicsőített Istene atyáinknak. Feltámadt Krisztus halottaiból, az Isten félő asszonyok kenettel hozzá siettek, de ti, mint halottat siránkozva kerestek, téged, mint élő Istent felvidulva imádtak, és a titkos pászkát tanítványaidnak Krisztus örömmel hirdették. Föltámadt Krisztus halottaiból, a halál legyőzetését ünnepeljük, a pokolnak megrontását, más örök életnek kezdetét, és örvendezve magasztaljuk ezek kegyes eszközlőjét, egyedül áldott és dicsőített Istenét, atyáinknak. Föltámadt Krisztus halottaiból, valóban a legszentebb és legünnepeltebb ez az üdvösséges éjszaka, mert ez a feltámadás napjának hajnal fényű előhírnöke, melyen az örök világosság testileg minnyájunkra kisugárzott a sírból. Ez a ma jeles és szent nap, szombat után az első, az ünnepek királyi és uralkodói ünnepe, az ünnepélyek ünnepélye, melyen áldjuk Krisztust örökké. Feltámadt Krisztus halottaiból, gyertek a feltámadás jeles napján, részesüljünk a szülőtőke új terméséből, Krisztus országának isteni végságára, magasztalván őt, mint Isten örökké. Föltámadt Krisztus halottaiból, emeld fel körös körül szemeidet, Sion, és lássad, mert íme egybe gyűltek hozzád fiaid, mint isteni fényű világítók, nyugat, észak, dél és keletről, és te benned áldják Krisztust örökké. Szent háromság egy Istenünk, dicsőség néked, mindenható Atya és Ige és Lélek, három személyben egyesülő, minden lény felett is legistenébb egy természet. A te nevedért keresztre kereszteltettünk, s téged áldunk örökké. Dicsérjük, áldjuk, imádjuk az Urat, énekeljük az Urat, és magasztaljuk őt mindörökké. Ez a mai jeles és szent nap, szombat után az első, az ünnepek királyi és uralkodói ünnepe, s az ünnepélyek ünnepéje, melyen áldjuk Krisztust örökké. Az Isten szülőt és a világosság anyját énekekben magasztaljuk. Angyal kiáltá a kegyteljesnek, legtisztább szent szűz örvendez, és ismét mondom, örvendez, mert fiat föltámad harmadnap a sírból, a holtokat föltámaszta, emberek vigadozzatok. Tündökölj, tündökölj, mennyei Jeruzsálem, mert az Úr dicsfénye fölötted fölvirrott, örvendj mostan is vigadozzatok.
gyönyörködj, tiszta Isten szülő, fiat föltámadásán. Föltámad Krisztus halottaiból, valóban isteni, valóban nagyon kedves, és legédesebb a te szavad, Krisztus, mert csalhatatlanul megígérted nekünk, hogy velünk lesz a világ végezetéig, s mi reményünk valósultát, teljes hittel várván örvendezünk. Föltámad Krisztus halottaiból, ó, valóban nagy és legszentebb Pászka Krisztus, ó, bölcsesség Istennek igéje és erősség, add, hogy benned igazabban részesüljünk, a te országod nem alkonyodó napján. Testileg elszonyad van, mint halott, úrunk és királyunk, harmadnap feltámadtál, Ádámot kihozván a romlásból, és megtörted fel az Isten, és széledjenek el az ő ellenségei,
és fusson a korcája elől, ki könnyülölik. Csüges Páska lőn ma nekünk, ki nyilvánítva, az új és szent Páska, titok teljes lett tisztelte Páska, Páska megváltó Krisztus, szöplőtelen Páska, nagy Páska hívjuk Páskájó, a paradicsom ajtóját megnyitó Páska, és minden hívőt megszentelő Páska. Mint elenyészik a füstenyész szenekel, mint elolvad a viaszat ő szín előtt. Üljetek ti a dicső látványt hirdető asszonyok, és Sionnak mondjatok, hajt tőlünk Krisztus föltámadásának örvendetes hírét, gyönyörködjél vihadozz és örvend Jeruzsálem, látván Krisztus királyt, mindig esvőlegényt kiszállni a sírból. Úgy vesszenek el a bűnösök Isten szín elől, és az igazak végadjanak. A kenet hozó asszonyok, korán reggel az életadó sírjához érkezvén, angyal találtak a sírkövön ülve, kiszólva hozzá jók mondta, mit keresitek az élőt a holtak között, mit sírhatjátok az enyészetet lent az enyészetben, menvén ezt hirdessétek az ő tanítványainak. Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk azon. Szépséges Páska, az Úr Páska, jó Páska, legtisztesebb Páska tűnt föl ma nékünk, Páska örömmel egymást öleljük, ó Páska szomorúság váltsága, mert ma sírból, mint palotából felragyogott Krisztus, és az asszonyokat örömmel ejtötti, mondván neki, ezt érdessétek az apostoloknak. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most is, mindenkor is, örökkön örökké. Amen. Feltámadás napja van, világosodjunk fel ezen ünnepéjjel, és egymást, mint testvérek öleljük a feltámadás által. Gyűlölőinknek és bocsássunk, föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz! Könyörögjünk még, Isten szerető, Fülöp metropolitánkért és Atanász püspökünkért,
lelki atyáinkért és Krisztusban minden atyánk fiáért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz! Könyörögjünk még az itt jelenlévő, s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért és minden igaz hitű keresztényért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz! Mert irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Teljesítsük könyörgésünket az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörű és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmazz! Hogy ezen egész napot tökéletesen, szentül, békességben, és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól. Add meg, Uram! Hogy életünknek hátra levő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, és hogy Krisztus félelmetesít élő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Mert az irgalom, könyörület és ember szeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. És a te lelkednek. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. Mert téged illet, hogy könyörülj rajtunk, és üdvözíts minket, Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Bölcsesség. Áldást. Legyen áldott és dicsőített Krisztus, ami Istenünk öröktől fogva. Tedd erős Isten az igaz katolikus hitet örök. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket! Tündökölj, mennyei Jeruzsálem, mert az Úr dicsfénye fölötted felvirrat, örvenj mostan és vigadozz új Sion hegy, és te gyönyörködjél tiszta Isten szülő fiat föltámadásán. Föltámad Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halál. Krisztus igaz Istenünk, ki föltámad halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott, az ő legtisztább anyjának, szent életű és Isten églettségű atyáinknak, és minden szenteinek eseredései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és embert szerető. Föltámad Krisztus. Valóban feltámad. Föltámad Krisztus. Valóban feltámad. Föltámad Krisztus. Valóban feltámad. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
a feltámadás örömének legfontosabb üzenetét kívánom mindenkinek, aki most ezt a szertartást otthonról követte. Biztos vagyok benne, ahogy énekeltük, hogy a feltámadás ereje, a feltámadás üzenete az mindenhová elér. Most nem csak ide a templomba, hanem a templomokon túl tovább halad, és ott van mindannyiunk otthonaiban. Én így kívánok mindenkinek valóban a Krisztus örömében, a Krisztus reményében és a Krisztus feltámadásában eltöltött húsvéti ünnepet. Higgyünk, bízzunk abban, hogy az ember szerető Istenünk vezeti a mi életünket, a feltámadás örömével most is, ma is megajándékoz mindannyiunkat. Áldott szép ünnepet kívánok mindenkinek. Föltámad Krisztus!